Sziasztok! Mint ahogy az első videómban említettem nektek, a gyerek sürgősségén dolgoztam jó sok évet, és ezért azt gondoltam, hogy az előző videómat, ami a D-vitaminról szól, ki szeretném egészíteni a gyerekek érdekében. Mivel a gyerekekhez nem nagyon tudok szólni, mert ugye ők nem néznek ilyen videót, ezért hozzá, mint szülő, vagy mint nagyszülő szeretnék beszélni, mert hogy, mert hogy amikor megérkezik a kisbaba a családban, akkor Ugye nagyon sok minden új dolog lesz, nagyon sok minden megváltozik, nagyon sok, nagyon sok olyan dolog történik, amit, amit csak így kapkodod a fejed, és és nem tudod, hogy mit, hogy merre. És és igazából, amit, amit én tudok neked mondani, az az, hogy nyugodjál meg, nem lesz semmi gond, nagyon ügyes vagy, nagyon jól kezeled a dolgokat, és és nagyon szuper anyuka és apuka leszel, és nagyon szuper nagymama és nagypapa leszel, vagy, vagy, vagy már az. Úgyhogy, úgyhogy arra gondoltam, hogy ebben a folyamatban segítek neked néha egy-egy ilyen videóval, ami a gyerekekkel kapcsolatos. Most a D-vitaminnal fogunk egy picit foglalkozni, mert ugye, amikor megszületik a bab, és hazamentek, és a, a, gyermekorvos kírja nektek a recepteket az újszülött ellátáshoz, akkor közöttük lesz egy recept, ami a vigantól csepp lesz. És e, a vigantól cseppet nem tudom, hogy elmondják-e, vagy nem mondják, nyilván elmondják, csak e, többnyire ugye jellemző az is, hogy amit az orvos elmond, az így hús elszáll, e, mert hogy annyira mindennel el vagyunk foglalva a, a gondolatainkkal, meg hogy a, a kisbaba körül forog minden, hogy, hogy így nem sok minden marad meg igazából a, abból, amit az orvos elmond. Tehát a lényeg, hogy a vigantól csepp, ami közötte lesz majd a receptek között, az tényleg nagyon fontos, hogy ad a babának minden nap egy cseppet, azt is elmondom, hogy hogyan, és azt is elmondom, hogy miért. Na most éppen úgy, mint a felnőtteknél, a gyerekeknél is nagyon-nagyon szükséges a D-vitamin napi bevitele, mégpedig azért, mert hogy kell a csontozathoz, a fogazathoz, az izomrendszerhez, a szív- és érrendszerhez, és az immunrendszerhez is. Tehát, hogyha egy valamit kell mondani a pici babákkal kapcsolatban, hogy nagyon figyelj rá oda, nyilván a nagyon sok más dolgon kívül, az a D-vitamin lesz. Tehát az, hogy a D-vitamin az egy hosszú távú megoldás, egy hosszú távú Problémakezelés és betegség megelőzés, Úgyhogy ezt tényleg nagyon javaslom, hogy erre nagyon figyelj oda, hogy, hogy, hogy add meg a kisbabárnak azt a napi egy vigantól cseppet, mégpedig úgy, hogy ha tudod, és az a leges legegyszerűbb módja egyébként, hogy a pici babának a szájába közvetlenül rá a nyelvére rácsepegteted, és ennyi. Tehát mit tudom legyen fürdés után, vagy fürdés előtt, legyen ez egy rendszer, egyébként is a babáknál nagyon fontos, hogy, hogy mindig ilyen napi rutin legyen, hogy szokják meg ezeket a dolgokat, de hogy vezess be, hogy a fürdetésnél már legyen oda készítve a, a vigantól, és akkor nem fogod elfelejteni, ott van az is, és amikor be van bugyolálva például a kis törölközőjébe, és nem tud kapálózni és kiverni a kezedből a cseppeketnek hasonló, akkor szépen kinyitod a kis száját, és rá a nyelvére rácsepegteted azt az egy csepp igantot ha nem tudod, akkor pedig nincs az, hogy kanára rácsepegtetem, vagy cumira rácsepegtetem, vagy cumis üvegre rácsepegtetem, ezek nem jók, azért, mert csak a töredéke megy be a szervezetébe. Ha már a szájába közvetlenül nem tudod belerakni, akkor egy evőkanálba csöpögtessél bele egy pár, vagy egy kiskanálba egy pár csepp anyatejet, és az anyatejnek a közepére csepegtess rá a vigantól, és úgy mehet bele a szájába. Jó, tehát mivel olajos, azért megtapadna a, kanalon, kanalon így, így inkább az a legjobb megoldás, hogy a tejnek a közepébe, és akkor úgy már meg tudod neki adni. Hogyha, hogyha ezen túl vagy, és ugye egy éves koráig minden nap adod neki szépen a vigantól cseppet, és rendben lesz a csontozata, és a fogazata, és az izomrendszer, és az immunrendszer, minden tökéletes, akkor később sem feledkezz meg a d mert hogy, mert hogy azt gondolják nagyon sokszor, hogy egy éves koráig adom, és akkor kész után nem kell, de kell, Azért kell, mert, mert fog menni a gyerek óvodába, vagy bölcsődébe, vagy iskolába, és, 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 ott is nagyon fontos, hogy, hogy legyen erős immunrendszere, legyen erős izomzata, legyen erős csontozata, tehát ősztől tavaszig kötelező adni a gyerekeknek, e, korban is, kisgyermekkorban is, tehát azt mondhatnám nullától halálig kell adni egyébként a D-vitamint, tehát nem szabad, hogy lemenjen róla a figyelem, jön az ősz, el kell kezdeni a D-vitamint, olyan jó e, kapszulák, rágó akármik vannak, hogy, hogy azokat, hogy azokat ilyen tök egyszerűen meg lehet oldani, a napi vitaminja mellé, oda kell rakni, és, és, igenis vegye be. A, ugye a felnőtteknek az, azt már elmondtam tegnap, hogy miért és mennyire fontos, a gyerekeknek is épp olyan fontos, sőt, szerintem még lehet, hogy fontosabb is, mert hogy a, mert, hogy a gyerekeknek az étvágyuk nem olyan, mint a felnőtteknek. A felnőttek megeszik az olajos halakat, meg gombákat, meg hasonló, a gyerek nem fogja megenni, egy gyerek nem fog kinnapozni, sőt, ha kimegy a napra, akkor az anyuka jó vastagon bekenni napteljel, ugye, hogy az, az pedig gátolja a D-vitamin felszívódást, tehát ők még kevesebb D-vitaminhoz jutnak hozzá, tehát nagyon fontos, hogy pótold. Jó? Remélem tudtam neked segíteni. Gratulálok a kisbabádhoz, vagy a kisgyermekedhez, vagy már a nagy Örülök neki, hogy meghallgattál. Ha tetszett, akkor lájkolj, iratkozz fel, legyen nagyon szép napod, sziasztok!